Minden egyes tartalommal, amit készítek, próbálok a tökéletesre törekedni. Micsoda expectációk lehetnek itt az első élő heti kringésben. Szia, Bandi! Bizonyám. Hello, szia, Bálna. Üdvözöllek téged. Szavaztak, emberek! Itt vagyunk a heti kringésben mi most. Képzeljétek el. Ja. Bizony, nagy ilyen izék vannak, ilyen, nem tudom, így revitalizáltuk itt a dolgokat. Szóval, most fogjátok látni, hogy hogyan veszünk fel egy heti bringás epizódot. Igen. Szóval az van, hogy általában úgy szoktuk ezt felvenni, hogy én a webkamerámat is használom, meg a normál kamerámat is, ugyanúgy, ahogy Bandi, csak mivel én költöztem, nem tudom, hol a webkamerám, de tényleg egy fél óráig kerestem, bazd meg. És akkor Bandi mondta, jó van, bazd meg, akkor csak csináljuk, akkor csak vegyük fel úgy, és akkor így egy kamerával nem lehet, mert ugye használunk Discordot, OBS-t, és a kettő egyszerre nem fut, úgyhogy akkor élőben, meg hogy ehhez csak egy kamera kell, akkor egy nagyjából másfél óra alatt megszültük, hogy mi legyen, és most itt vagyunk. De jó látni, hogy most már, nem tudom, így lehet egyszerűbb lesz, hogy az emberekkel is beszélni. Na, van, hát igazából az eredeti koncepció, az egy ilyen, hát nem tudom, ilyen bullshit. Tehát, hogy ezen indultam el, mert találtam, a témajavaslatok közül találtam egy párat. Az egyik témát azt Vince Kis, a másikat pedig Nyilas Anna ajánlotta nekünk, hogyha minden igaz, és mind a kettő ilyen bullshiteléssel foglalkozik. Az egyik egy rövid TikTok videó, arra kíváncsi vagyok, hogy az milyen, mert abból semmit nem tudok. A másik viszont egy régi ilyen hát dokumentumfilm, vagy áldokumentumfilm, ami magyar, aminek az a neve, hogy UFO Krónika sorozat. És magyar embereket interjúztatnak meg benne a UFO találkozásaikról, és én nagyon felpörögtem ezen. Akartam már régebben is venni Hihetetlen magazin, de még nem jutottam odáig, viszont nagyon-nagyon gravitálok a Hihetetlen YouTube csatorna felé is. No, igen. Hát akkor én azt mondom, hogy akkor váltsunk, és akkor kezdjük el. Hétfő reggel a gyerekek felkelnek, majd elmennek iskolába, végighallgatják a tanár félkamu információit 8 órán keresztül, ezután hazamennek, tanulnak a dolgozatra, megírják a leckét, majd másnap mennek vissza, és ezt eljátsszák minden egyes nap, hétfőtől péntekig, mint robotok. De azt sehol nem tanítják, hogy hogyan kell egymással kommunikálni, egy gyereket felnevelni, vagy a párkapcsolatban lévő problémákat megoldani. Vajon ezeket miért nem tanítják? Miért? Megtanultunk írni, olvasni, számolni, de hol fogjuk használni az életben a gyökvonást, az egyenleteket, meg még több százezer olyan dolgot, amit az iskolában tanítanak nekünk nap, mint nap. Hol? Hát sehol. Tesztet iratnak. Ez nem feltétlenül igaz, hogy sehol. Mert hogyha mondjuk tanárnak mész, akkor tudod hasznosítani ezeket, mert megtanítod őket. De nem csak az, hát ez az is kell, hogy más dolgokat, hogy mondjam, más dolgokkal is képbe legyél, hogy megértsd az összegészet. Legyen valami felfogásod arról, hogy milyen gondolkozása lehet egy ilyen programozónak, vagy egy reál szakembernek, vagy egy fizikus. Tehát, hogy így picit rálássa a világra. Ezért van az általános iskola, meg az általános oktatás. Az érettségi meg csak azt méri fel, hogy képes vagy-e úgymond ezeket a dolgokat megtanulni. Nem is az a lényeg, hogy használtam, meg tudod tanulni. Igen, tehát hogy szerintem úgymond ilyen szempontból nincsen felesleges információ, amit amúgy az ember megtanul, mert minden egyes dolog, amit úgymond, új dolog, amit tanulsz, azzal a saját agyadat tudod fejleszteni jó formában. Trenírozni. Ja. Anyám kedvenc szava. Hú, hallod. Yeah. Nem tudod, hogy anyukád egy tanár. Nem tanár ebben. És ezen a legtöbben megbuknak. És pontosan azért, mert az utóbbit sehol nem... Mert nem beszéltünk amúgy azon, hogy nem tudom ezt itt ellőni, de a srácnak a cucca az ilyen goás, ilyen, vagy ilyen, tudom, ilyen tibeti, ja, ilyen, Shaolin mester, vagy én nem tudom honnan szerzi ezt a cucca, de nagyon a sapkával együtt elég fura összképet ad. Ne személyeskedjen, mert bálna. Ja, én mindig ezt, sokkal magasabb de mindig röptén. Megjegyzem ezt, mert a ruha teszi az embert, nem? Ja, nem. Elitek olyan tanárokat képeznek ki, akiknek a 70%-a alkalmatlan a pályára. Mégis miért képeznek ki ilyen tanárokat? Hát azért, hogy azokat a gyerekeket kibírják szűrni, akik a háttér hatalomra az elitre károsak lehetnek, és ezeket szépen lassan elnyomják. Ezeket a diákokat lelkileg megnyomorítják, akkor sem adják meg nekik a jobb jegyet, lehozzák a csillagoseget az égről és leírják a papírra, ezeket a gyerekeket mind szépen lassan elnyomják, és nem hagyják fejlődeni. Ez egy konspiráció. Damn. Aha. Tudatosan mindent a háttérhatalmak miatt. De figyelj, várjál, háttérhatalom. Ja. Tehát, hogy mármint a háttérhatalom az egy ilyen exakt dolog, mármint, hogy van egy háttérhatalom és kész. Nem, azt csak így rá szokták mondani. De mire? Hát olyasmi, ami nem publikusan vállal, hogy valamilyen cél támogat, és a saját érdeke fűzi hozzá. Ja, értem.
Tehát, hogy ilyen, tudod, ezért a háttérből mozgatja a szálakat. De nem az, hogy ez a soros hálózat, vagy nem tudom éppen a Putyin. És most jön az, hogy valaki a komment szekcióba le fogja írni, hogy hát pedig a srác nem is pont hülyeségeket, de kurva nagy hülyeségeket beszél, bazd meg! Kurva nagy hülyeségeket! És miért? Hogy ne legyen még egy olyan ember, mint Nikola Tesla, vagy hozzá hasonló. Tesla szabadalmaztatta az ingyenes energiát, aminek köszönhetően minden egyes embernek ingyen lett volna az áram, így persze nem termeltünk volna az eliteknek, a nagyhatalomnak pénzt. És ez csak egy a sok közül. Tehát ha ingyen lenne az áram, akkor a nagy fogyasztóknak is ingyen lenne az áram, nem? Uh-huh. Tehát akkor az kicsit máshogy néz neki szerintem. Mert az, hogy a lakossági áram az fizetős, nyilván a nagy fogyasztóknak is fizetős. Tehát hogyha egy országot nézünk, tud előállítani energiát, de te, mint otthoni kis Kovács Józsi, max mókuskeréken, vagy nem tudom, vesz egy generátor. Nem tudom, tehát az ők mindig kiragadnak példákat, és akkor így hirtelen jól hangzik, mert ugye jön a következő példa, és akkor az előző már nem tudsz gondolkozni, mert már a következőnél tartasz. Ez a különleges benne. Egyébként chat, csak ezt még nem tudjátok, de azért én is beújítottam valamit. Ugye új helyre költöztünk, és van új fényem. Ezt meg szeretném mutatni mindenkinek, jó? Figyeljetek meg, mekkora nagy változás. Most ez a kapcsolóm. Most be van kapcsolva. Uh-huh. Most ki? Visszakapcsoljam, úgy jobban látszodom, nem? Ah, szerintem kapcsolod vissza. Na. Tessék. Wow! 0,1 gamma. Mi tényleg? Minden egyes dokumentumot még véletlenül se bírja senki megcsinálni ezt. De tudd, hogy nem az osztályzatot fogja meghatározni azt, hogy milyen ember vagy. Kirúghatnak, ott hagyhat. Hanem a sneakered. Egyébként kicsit olyan, mint hogyha ezt így vagy megtanultam volna, vagy olvasnál. Nem? Hát, nem? Mert lehet így is van, de amúgy fura tudod azt, hogy az emberek hamarabb akarnak hinni, tudod, ilyen dolgokba. Mm. Mármint, hogy szerintem biztos, hogyha te hajlamos vagy ilyenre, akkor tökre bele tudod magadat forgatni ezekben az ilyen konspirációs teóriákban. De ezek nem kézzel fogható dolgok. Tehát, hogyha visszamegyünk már az egész Teslához, meg mindenhova, érted? Tehát, nem, de jól hangzik. Szerintem ez azért van, mert hogy aha, látom benne a fantáziát, szeretném elhinni ezt. Na, tehát szerintem ebből jöhet ez. Nekem is van pár ismerősöm, akik ilyen úgymond szerényebb értelmi képességek, nem tudom jobban megfogalmazni, mert egyszer kitalálunk erre valami. Most nem akarom mindig ezt a szellemi alsó harmadot mondani, mert ez talán még leminősítőbb. Tehát akik mondjuk itt tartanak 20-30 évesen, 25-30 évesen, és akkor megosztanak ilyen dolgokat. És akkor én találok meg olyan fura, mit tudom én, volt annak a Covid idején ezek a, tudod, ott a háttérhatalmak, hogy a Covidot azt, meg a chippet belédültetik. Hát semmi a bizonyíték, de vannak ilyen jó hangzó mantrák. Hogy a maszkban fonálférgek vannak. Az megvan? Hát sok ilyet hallottam, ez hasonlót. És akkor van videó is, tudod, hogy rárakja egy önt rá vizet, és akkor mozognak valami ilyen fekete cuccok benne, és akkor ilyen fonálférgek vannak. Ja, és ezek a bizonyítások. A háttérhatalom azt akarja, hogy a maszkal akar minket megfertőzni, tudod? Ez még jobb, hogyha még bizonyítani is szeretnék, hogy egyébként ezek az állítások feltehetetlenek, látjátok? És akkor itt van egy jó példa, amit abszolút nem mi próbáltunk összeszerkeszteni, meg így megcsinálni, de most, igen, amit ő mond, én úgy gondolom, hogy ez nem saját kútfő, ez valahonnan. Nem, ez biztos, hogy nem. Szerintem ő is valahonnan szedte ezeket a dolgokat, mert ez a sztereotipikus, ez nagyon a sztereotipikus ilyen összeesküvés elmélet hívő embereknek a izéje, hogy azért nem akarnak téged megtanítani az iskolába, mert a háttérhatalmak ezt akarják. Viszont amúgy, amit kifelejt ebből a képletből, hogy nem csak az iskolába lehet tanulni dolgokat, hanem önmagadtól is tudsz tanulni, hát, meg önmagadat is tudsz fejleszteni. Még nem érti, hogy működik az élet, hogy egyszer kikerülsz ebből a közoktatásból, ami muszáj, hogy csináld, mert különben megbüntetik a szüleidet, és utána rájössz, hogy ó, bazd meg, ha én nem csináltam semmit eddig, és azután se fog, akkor nagyon nehéz lesz úgymond életben maradnom ebben a világban, mert valamivel pénzt is kell keresni, és csak nem vagyok nagyon szép, vagy nagyon erős, vagy nagyon valamilyen fizikailag extrém, akkor vagy az agymunkával kell keresni, vagy beállsz a gyárba, sorba, kassza megé, stb. Tehát az olcsó munkaerő leszelte. Azt kérdezik amúgy itt a cseten, hogy volt-e már a kedvenc részük a Surfshark szponzoráció. De el tudom képzelni, hogy valaki nem tudatosan, csak azért, mert hogy egy jobb ügyet szolgáljon, elhiszi, mert általában ezekkel az emberekkel élőben találkozol, akkor nagyon hamar megérzed az auráján, hogy na, ő egy picit különleges. Tehát, hogy ő így sok minden dolgot máshogy érez, meg máshogy értékel a világba, és az nem annyira közelít a megszokotthoz. Ez is amúgy annyira mutatja azt, hogy a világ mennyire ilyen több pólusú. Az, hogy milyen érdekes ilyen véleménybuborékok léteznek a világban. Viszont amúgy ennek az egész ilyen konspiráció
konspirációs teóriáknak ugye az az egyik legnagyobb hátulütője, hogy ezek valóban úgymond el tudják terelni a valós problémákról így a figyelmet. Azért, mert hogy maguk köré tudnak gyűjteni olyan, kicsit tudod, olyan ez a dolog, mint mondjuk a puás dolgok, tudod. Hogy így kialakítanak maguknak egy szektát, és akkor egy ilyen tök hazug narratíva szerint élik amúgy az életüket. És konspirációs teóriák hívői, és nagyjából ezek, mert hogy így a valóság alapja ezeknek amúgy kurvára sok nincsen, mert amúgy annyira ilyen farfetch dolgokat mondanak sokszor. Mint például ez a elindulunk innen, hogy tudod, azért képeznek szartanárokat, vagy a háttérhatalmak, hogy neked ne legyen esélyed az életben, hogy nehogy megdöntsd a háttérhatalmat. Szóval így, hogyha innen indulunk, akkor köszönöm szépen, de ez nekem eléggé nevetségesnek hangzik. Hát igen, nagyon extrém. De érted a különleget, hogy most akkor elkezd utána járni, meg hogy most ez hihető, stb. És akkor elkezdünk gondolkozni, hogy ennek mennyire van gazdasági része? Tehát ebben mekkora potenciál van, hogy ebből meggazdagszol, hogy terjeszted az igét, az anti-igét. Mert mondjuk egy Andrew Tate az megcsinált, tehát a kanalas Márkó most kiszabadult, de megcsinálta. Hogy az meg ő felépített bele egy empályát, hogy eladja a receptet, hogy hogyan harcolja a Matrix ellen. De szerintem tök kevés ilyen van, aki úgymond ezt a minden a háttérhatalom témát így maga jó céljára, hogy anyagi haszonszerzésére tudja használni. Tehát ő ez a Tordi Dávid nem itt. Hát figyelj, amúgy szerintem az összes ilyen szélsőséges dolognak amúgy ez a receptje, hogy van valami dolog, van valamilyen ilyen képlet, amit te úgymond így képviselsz, és az embereknek már azért lesz elsősorban szimpatikus, mert nem a megszokott. Hmm. És onnantól kezdve te tudod építeni a saját szarodat. Viszont az emberek, akik mondjuk hisznek ebben az egészben, amit te prédikálsz, ugye az nem tűnik fel szerintem sok esetben, hogy itt amúgy nem maga a megoldást kínálod, hanem a te bizniszed azok a dolgok, amiket te mondasz. Tehát igazából neked jó csak azok a dolgok, amiket te mondasz, másoknak amúgy kurvára nem. Tehát, hogy te nem adsz egy alternatívát, nem adsz egy megoldást valamilyen problémára, hanem te igazából a mondandódat árusítod ki amúgy embereknek, és akkor abból csak te profitálsz, de másoknak ez amúgy nem segít, akár így a puás dolognál is, vagy ezek az ilyen pénzügyi dolgok, meg a kicsit kriptónál is. Nekem egy kicsit a Mi Hazánk mozgalom, vagy Mi Hazánk párt ugrott be erről. Igen. Mintha az is így működne, nem? Hogy azzal hitérítenek, hogy ilyen újszerűen innovatív módon adnak elő baromságokat, nem alátámasztható képzelgéseket, hiedelmeket, ilyen részigazságokat. Nekem ez ugrott be erről, de persze bármi lehet. Na nézzünk akkor ebből valami spicy-bbat, Bandi. Szóval most rátérünk az ilyen ufós dolgokra, mert még szerintem ilyennel nem foglalkoztunk ezen a csatornán. Nem hiszem, hogy végig fogjuk nézni, mert másfél óra hossza. Tehát, hogy valamennyit nézünk belőle, élvezzük, beszélgetünk róla. Milyen jók ezek a izék, bírólag ember. Milyen jók a transitionek. Nagyon. Hát ez bazzeg, ez ilyen mostani ilyen izé, ilyen YouTube videós dolog. De olyan kicsit ilyen VHS vibe-ot. Kurva jó. Nem, látod? Ez csak egy ilyen intro. Ja, ez egy intro. Biztos, hogy az eredeti. Én azt hittem, jó, rendben. Én meg azt hittem, hogy ez az eredeti videónak. Jó, rendben van. Rendben van. 95 okay. YouTube, persze. Na ez most már ilyen. Jövő és űrkutatás. Na igen. Mi az, nem Esztergás Cecília? Megmagyarázatlan jelensége. Micsoda, mi Ista? Ráhel. Ráhel Ista, ez a neve. Vagy legalábbis így van írva. Ez a Orbán lányát imádja. Nem, ez egy világ, hát egész világon létező szervezet, inkább szekta. Szerintem ők nem így hivatkoznak magukra. Na, ők azért vannak, és azért gyűjtenek pénzt, és azért szervezkednek, hogyha a földön kívüliek meglátogatnak minket, akkor legyen követség, meg legyen minden, megfelelő legyen az ő méltóságos fogadtatásukra. És emiatt és azt hiszem, hogy fordított Horogkereszti Dávid csillagban a jelük, de nagyon bonyolult a dolog, nekem van egy ilyen rokonom, és ő neki volt, amikor a gyerek szobába jártam, még 11 évesen, akkor volt két raklap UFO magazin, és azt mondták, hogy az apáé. Tehát, hogy a család átörökítette valahogy, és így kicsit így Ráhelita? Ja, akkor nem Ráhelista, bocsánat, Ráhelita, lehet, nem tudom, valami ilyesmi tud. Na, szóval ő az, aki így... Nagyon máshogy gondolkodik, nagyon máshogy látja, de hogy van, és biztos sok ilyen van, aki csak így el akarja hinni, és fogyasztja ezt a,
ezt a dolgot nap-nap után. De érdekes amúgy, azt hittem, hogy valami másba fogsz amúgy izélni, átmenni. Ahogy hívják, tudod, azokat a szientológusok, uh-huh. tudod. Amúgy nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen. Egyszer érdemes lenne amúgy ezeknek utána nézni, de tudom, hogy a szientológia az meg egy ilyen hatalmas nagy biznisz igazából. És hogy abba így belepiszkálni meg amúgy kicsit még veszélyes is elvileg. Uh-huh. Mert nagyon ilyen big-big hálózatuk van, tehát hogy mindenhol van izéljük, faszom épületük. Egy hang a zongorán 5 percig. Igen. A filmsorozat előző két részében, az UFO-k nyomában, illetve az UFO Krónika 1 című filmekben már részletesen beszámoltunk a leggyakrabban előforduló fénygömbökről, de nem maradhattak ki a bemutatóból az UFO felvételek és egyéb olyan szenzációs tárgyi bizonyítékok sem, mint például a 36 cm-es magnézium rúd. Aha, hát ez pont nem úgy néz ki, mint egy ilyen filmes kellék, de... Biztos. 36 cm-es magnézium? De az 36 centi. Vagy ez ilyen óriás kezében van benne, hogy jól faszom. Ebben a filmben a legújabb UFO esetek bemutatásán kívül arra is választ próbálunk keresni, hogy miért látogatják földünket az idegen civilizációk. A hazai helyszínek közül válogatva először Gyoma Endrődre látogattunk, ahol az is kiderült, hogy nem csak a kis szürkék keresnek meg bennünket. Igaz, hogy sokkal ritkábban, de előfordulhat, hogy a hivatlan éjszakai vendég egy fekete, 2 méter körüli alak. Egy olyan jelenséget tapasztaltam, amit, mint utóbb kiderült, nem tudtuk hova tenni. Ugyanis... Meg tudnád mondani, hogy ez magyar, ez a videó? Én simán azt mondanám, hogy amerikai. Ja, csak így látványra. Jó a production value, amúgy. Ja. Ahhoz képest. Ilyen 60-as évek Amerika, vagy nem tudom, 70-es évek. De ez nyilván későbbi és magyar, csak hogy így... A bírólok is nyilván elárulják, mint a, előbb ott, hogy ment a Lada, meg... Gyoma Endrődről az a kis bíról azért igen. Az elég járókodó. Csak mondom, hogy ez a pofa, ez a snit, itt volt valami kis kes, hogy ilyet fel tudtak venni. Na. Arra ébredtem fel, hogy a hálószobában az ágy végénél egy sötét alak kétszer-háromszor elmegy. Egy magas körvonalaiban látszódó személy, vagy valami emberi alak, de teljesen fekete, tehát egy szín fekete. És ugye jó magasnak láttam ezáltal. Ekkora volt létszétek! Milyen nagy! Miért van két lámpa búra ott az ágyon? Egyiket se kapcsolta fel amúgy, hogy megnézze, hogy az a sötét valami az mi? Hát biztos nem akarta apát felkelteni, mert hogyha felkelti, akkor jól elveri. Ja, igen. Még ebben az időben. Okay. Ott van valami 2 méteres, és azt előveszi a szia tapa, azt akkor nézze, itt van a 2 méter. Igen, lehet, hogy a kaszás volt. Igen, írja itt a chat. Ja. Megjelent a lábánál. Hát ez a Józsi, hát viszi a izét, az ezüstöt. Nem baj, aludjunk vissza mi most. És néhány másodpercig vártam. Tényleg apa előveszi a 36 centis magnéziumrót, az nagyon meri anyát vele. Na most nem mondott semmit, tehát semmi hanghatás, vagy más egyéb fényjel, vagy valamivel kapcsolatos nem történt, és a másik szobába ez az alak átjött, én pedig abban a pillanatban visszafeküdtem, és már aludtam is tovább. Ez majdnem egy ilyen anime plot volt, én kicsit úgy érzem. Annyira ilyen keszekusza, ez ilyen kínai film, tudod, hova ment, vagy mit csinált? Igen, most ez ki volt? Én az alakot jó nagy magasnak láttam, de mivel én ott feküdtem az ágyon, illetve ott ültem az ágyon, és ha ő itt ezeket az el-vissza menő mozdulatokat végzi, akkor oldalról kellett volna, hogy lássam. Mai napig is úgy van a tudatomban, hogy mintha itt... Tetszik, hogy rávágnak egy ilyen bírót, hogy ott ülés akkor máshogy mozog a szája. Itt láttam... Körülbelül így volt, itt nagyjából itt volt. Jaj, és UFO volt, az tuti, mert az biztos, éreztem a szagán, hogy az UFO. Érted, te látod, egy másik buborékban UFO-t látod, hogyha most egy izé más köntösben néznék, akkor már valószínűleg a gyíkembert magyaráznál, bazd meg. Igen. És akkor itt nem a izéket, nem a papot, meg a faszom tudja kit, meg a médiumot hívják ki, hanem az UFO szakértőket. Vajon Marika mennyit kapott ezért a szereplésért? Tehát mindig vagy szemből, vagy hátulról kellett, hogy lássam, mert a vállat, meg a kezeket szemből. Tudod, mit látott? Én tudom, mit látott. Enderment. A Minecraftból. És akkor másnap reggel kérdeztem a gyerektől, hogy ott voltál, ott elmentél kétszer-háromszor az ágy végén. A gyerek mondta, hogy nem. Aztán ezt néztük, tessék, hát akkor ki lehetett az?
Egy UFO volt. Ja. Ez egy UFO. Aztán 9 hónapon megszületett Petike. És mit akartál? És ő mondta, hogy ő ugyan nem volt, felébred éjszaka, és valójában tényleg bejön, mert akar mondani valamit, akkor ő arra másnap emlékszik. Uh-huh. Engem meggyőzött. Én nem hiszem, hogy több kell ez. Figyelemre méltó az is, hogy a fekete alakok megjelenése olyan házaknál gyakori, ahol testi vagy szellemi fogyatékos az egyik családtag. Most egy ilyen pitvarosi házhoz látogatunk el. Húha. Ez éjszaka történt? Éjszaka, igen, olyan 2 óra fele lehetett. S valamire éjszaka. Fölébred? Mondom erre, hogy a kislány nyöszörgő. Igen, és akkor? Meg nevetett, mintha, én úgy vettem észre, mintha valaki csiklandozta volna, vagy mit tudom én, mintha valaki bántotta volna. Igen. Mondom, engem nem érdekel, elindulok felét, mondom, úgyis átölellek. Ahogy én ezt kigondolom. Szerencsétlenek, hú, baszki. Ja, ja. Nyomorban a fogyatékos gyerekkel. Ja, ja. Hú, engem is most ezt lehozott gecire. Azt a... Mint egy erős szél taszított vissza a heverőm fele, és úgy belőről éreztem én, mintha mondta volna, hogy most ne gyere ide. Uh-huh. Mondom, akaratom ellenére muszáj volt visszacurukolnom a heverőmhöz. Megint csak álltam ottan, sírtam nagyon az örömtől, a kislány csak nyöszörgött, nevet. Ezt a sírtam az örömtől, ezt nem teljesen fogom fel, hogy mi van. Tehát mondom, mintha csiklandozta volna, mintha bántotta volna valaki. Ezt megismételtem 3-szor, de nem sikerült, hogy mit tudom én, oda mentem volna hozzá. Sokan írják itt a cseten ezt az alvásparalízist egyébként, hogy ez inkább igazolja ezt a dolgot. Én sem nagyon értem, hogy miért ilyen ufós dologban, milyen ilyen ufós köntőkben van ez a dolog. Ja, igen. Mert ugye az éber álom valamennyi, nekem is volt, kurva szar. Én sose láttam ilyen alakot. Én mindig csak éreztem, hogy valami van mögöttem. És így ezek a jeges ilyen cuccok így futkoznak a hátadon. De ilyen 2 méteres, ilyen fekete alak? Aha, ilyen 2 méteres, ilyen gömbfejű, gömbhajú férfi. Aha. Férfi féle. És mikor így oldalazott, akkor így... Amikor megfordult, oldalra nézett, akkor láttam a 36 centis dolgot kidomborodni. A lába között volt egy 36 centis magnézium túl. Valahogy oda került. És aztán meg csak így belesugta a fülembe, hogy jöjj előre. Igen, ajolj le egy kicsikét. Ledobott mellém egy szappant. Itt 2 verzió van. Vagy az van, hogy nekik pénzt adtak. Tehát Juliska néni pénzt kapott, hogy ezt most így... Nagyjából ezt mondja el, mi felvesszük, de hogy miért, tehát hogy honnan tudnának erről 95-ben, hogy pitvaroson a Juli néni az UFO-t látott. Tehát így... Ahogy nézem, eléggé szegényes körülmények között vannak, valószínűleg nem a pénzüket nem UFO magazinra költötték, de ez csak egy feltételezés. De én is amúgy ezt tudom mondani, hogy valószínűleg akkor valahogy lehetett erre jelentkezni, vagy nem tudom, és akkor pénzt kaptak azért, hogy elmondják ezeket a bullshiteket. Hogy az idejüket, igen. Nagyon sokan érdeklődtek az UFO kontroll hálózattól, hogy mit tudunk a nagyírtás... Balli, nekem kell egy ilyen szinti hang, ilyen bűőő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 
Hitlert nekem is kell találni. Ugye nagyon deep basszus, így... Aha. Na ez milyen? Ha? Ez már jó. Erre már tudnék én UFO hangokat mondani. Az UFO-k itt vannak közöttünk. Aki az UFO-k Ellátogattunk Gyoma Endrődre. Meg interjúztattuk az embereket. A harmadik és negyedik típusú találkozásaikkal kapcsolatosan. Nagyon látták ezeket az UFO-kat ők. Az egyik egy fekete alakot látott, a másik pedig egy fehéret. Akik verekedtek egymással, és rasszista dolgot kiabáltak egymásra. Jaj, de, csak nem a KKK. Forgatócsoportunkkal felkerestük a helyszínt, és a legilletékesebb szemét kérdeztük, hiszen Gyurcsok József többször... Gyurcsok József? Az nagyon ismerős nekem, bazd meg! Igen. Aha, várjál. Gyurcsok József. József Gyurcsok. József. Jaj, ez ilyen tévében gyógyítós faszi! Igen. Tudod? Igen. De talán már meg is halt. Igen, 2017-ben már meghalt. Ó, igen, ő az. Elhunyt a híres távgyógyító. Tessék igen, el. Gerinc műtétet végzett a tévében. Bazd meg, ez az a csávó. Nem tudta magát meggyógyítani, ne.
Gyúcsók József. Őt kérdeztük az UFO-król most. Hát igen, az UFO-k azok meg vannak. Ellátogatnak közénk, és itt UFO-skodnak. Rendben van. Köszönjük szépen, József úr. Kim voltunk sétálni, és... De ki ír engem ez a szinti? Ez ki? Hogy lehet ezt ilyen sokáig benhagyni? Van egy fényves. Igen? A fényves befelé megy egy út. És már hát elég szépen alkonyatul szürkül, de még a látótávolság egy olyan jó 150-200 méterrel lehetett látni. Majd kijöttünk, benéztünk az útra, itt elég sok vad szokott keresztül váltani, főleg alkonyatkor már, amikor a nap lemegy, kell sötétedni, és a vadak helyett... Ne haragudjon, kedves Gyúcsok úr, így nem elég komoly a dolog, egy pillanat, mehet, mondhatja. Az út lent egy pici kis kanyart vesz. Igen. Körülbelül azon a részen először négy, majd aztán az ötödik, igen, az később lépett ki. Igen, később, benne van. Ott vannak. Kis, alacsony. Ott vannak. Jobb meg a bal oldalt is. Jaj, tényleg, ott vannak az UFO-k. Ott vannak. Az UFO-k. Vidéki ember látja az UFO-kat itt ott a tanyán. Csak nincs elég mély hang a szintimet. Hát igen, ha Bobó kutatná ezeket, akkor már meglennének ezek az UFO-k. Elindultunk. Vicses öreg Gerált. A Witcher szenszel keresi az UFO-kat az erdőben. Nézd, amennyi potit megívott már a csávó. Jaj, kezdi. Jaj, de. Új, de gondolsz vidéki. Ez inkább vezemír, nem? Csak gecis, hogy sört iszik. Egy. Dom tetejétől egy picivel lejjebb, mondjuk ennek a lejtőnek ugye feléig jutottunk el. Istenem, a dramaturgia, megcsinál. Csendben megálltunk és félreléptünk, tehát úgy beléptünk az oldalba, hogy a fegy... Ez is... Felfogod? Egy helyben mutogat így. Ott voltunk a lejtő közepén, a felfogadó... Ne, várja, most mondja. Így nem elég komoly. Most mondja, szóval ott voltunk a bozottól idefelé 50 méterre, ott hátul a lejtőn föl, amikor ott a fa mellett elmentek, akkor jöttek ide az úton befelé, ott arra, látod. Szóval itt voltunk, és akkor ott jöttek föl, látod ott a izét? Azt, na ott amellett a izé. Fenyők takarásába legyünk, és néztük, hogy mit csinálnak. Először furcsa volt, mert a hangok nem voltak meg, meg nem az emberi test. Gyereknagyságúak voltak, olyan tizenéves gyereknagyságúak. Csak amikor felénk fordultak, és ugye hát ilyen messziről is azért még az arcvonásokat úgy, illetve az arcot valahogy ki lehet venni. Furcsa az volt, hogy túl nagy volt a szemük. Kopaszak voltak. Kopaszak voltak ezek az én nagyszemű gyerek UFO-k. Az volt a furcsa. Jaj, ő sem volt meg, hogy az UFO-k elfitték, hogy űrgerinceket műtsön. Basz meg, amúgy lehet ír. De amúgy tényleg olyan fura ezt, tudod, hogy van egy ilyen fura csávó, tudod, aki minden ilyen baromságban, tudod, benne van, és ez is, érted? Ja, tehát itt is őt találják meg, és ő látja az UFO-kat, a kurva életben. Ez eléggé gyanú, ez nagyon szúsz. Ja. Én ezt így gondolom. A furcsaság az volt, hogy valahogy az egész tájékon egy semmihez nem hasonlítható béke, nyugalom, szeretet ült. Ez van írtás pusztán? Vagy nagy írtás pusztán? Akkor ott ez volt. A másik körülbelül egy hónappal később teljesen váratlanul úgy léptünk ki egy... És kiderül, hogy ez valami ilyen kábítószereledes film, vagy ilyen tudni... Ilyen drogprevenciós. Ilyen tudsz. Ja. Helyét. Látjátok, ezért tilos izélni, kanabis szívni, mert ilyenek lesztek, mint a vises öreg Gerált. A vájt vises vaják közelít. Lerobban Steven Seagal járás. Itt ott az erdőben valahol? Igen, egy picivel arrébb. Annyi volt, hogy ránk néztek, ott tényleg jött az a furcsa zsibbadás, hogy nem tudtunk mozdulni. Állóhelyzetben? Állóhelyzetben megálltunk. Én épp googoltam. Épp toltam kifelé. Ezek a lények 10 méterre hogy néztek ki, színre,
alakra, testre. Szürkék, szürke és szürke szabott ruha volt. Igen. A szemük az csodálatos volt. Szemük csodálatos volt. Hát amúgy ez nem szürkének tűnik, hanem mindegy, megvan világítik a fehérnek. Mindennél nagyobb szeretetet sugárzott. Tehát szintén nem félelemre akottatok? Nem. Szó sincs félelemre, és ezt nagyon-nagyon kell hangsúlyoznom. Én nekem csodálatos élmények ezek, mert amíg élek, lehet, hogy soha többé nem fogok velük itt találkozni. De amíg élek, nem fogom tudni elfelejteni. Fantasztikusak ezek a beszámolók, és egyre több ilyen találkozásra derül fény. A baj csak az, hogy sokszor álomszerű, hihetetlennek tűnő élményeket nem lehet bizonyítani. Az emberek pedig kézzelfogható, tárgyi bizonyítékokra vágynak. Természetesen vannak ilyenek. Oké, okay, na gyerünk! Let's go! De hol a gabonakörök. Több mint 20 éve okoznak komoly fejtörést a kutatók számára. A helyzetet bonyolítja az is, hogy nem csak körökről van szó, hiszen... Hát ez a baj, mert kutatók olyanok, mint Bobó. Hogy igazából... Hát na, izé. Tehát, ja, szóval... Felbukkantak bonyolult mértani ábrák. Annyi bizonyos, hogy ezek nem természeti jelenségek. Nem. De perdöntőek ezek sem lehetnek, annál is inkább, mert egyre többen próbálkoznak utánzásukkal, házunk táján is, több-kevesebb sikerrel. Az UFO magazin 1995. júniusi számában olvashatunk egy hölgy orrában elhelyezett orrszondáról, melyet röntgen felvételek is bizonyítanak. Természetesen ez sem elég. Kellene valami kézzelfogható. Találtunk olyat is. Kézzelfogható, mint egy orrszonda, ami földön kívüliek által behelyezve? What? Lehet, csak feldugod egy tollat az orrába. Magyarországon is léteznek már olyan tárgyak, amelyek az idegen civilizáció létére utalnak. Igen, egy különös ásványi anyag, egy furcsa kis golyó, vagy itt van például a sokak által már megismert magnéziumrúd. Többszörös műszeres vizsgálat bizonyítja, hogy 100%-os tisztaságú. Ilyen anyagot a földön nem állítanak elő. Ennek ellenére az UFO-k létét nyíltan kétségbe vonó tudomány. Honnan szedték ezt a sok baromságot, bazd meg? Szerintem akkoriban nagyon nehéz volt fact-checkelni őket. Tehát bármit, amit mondtak, elhihettél könnyen. Ők csak a sztorit írják leforrás nélkül, ezért mondja, hogy kézzelfogható kellene. Ja, hát ezt most itt ki lehet, tehát mindig valami eset kitalálni, amiben így bele lehet látni valami sötét dolgot. Például ez a magnézium rúd, de nem olyan, mint egy hőmérő, hogy az mindenhol kapható, hanem hogy az ilyen különlegesen hangzik. Ezt biztos nem ember csinálta. Igazi világméretű szenzációként röppent föl a hír, hogy előkerült az 1947-es Roosevelt-i UFO katasztrófa egyik szerencsétlenül járt utasának boncolásáról készült film. Az eredeti anyag vizsgálata után a legszélsőségesebb vélemények alakultak ki a pislogó bábutól a genetikai torszülöttig. Ezen a felvételen jól látható, hogy a pislogásnak tűnő hatást a kép teljes szélességében végighúzódó képhiba okozza. Szakemberek véleménye abban is megegyezik, hogy egy volt élőlény boncolása látható a filmen. A boncolás. De erről amúgy kiderült, hogy ez csak egy ilyen arci, talán, hogyha jól emlékszem, ilyen művészfilm volt. Vagy de rohadt sok ilyen van. Ezt akkoriban is meg tudtál csinálni. És nem, de nem tudom, véletlenül mindegyik tényleg pucér, és semmit nem tudunk róluk. Jó, de most itt boncolják azért pucér. Hát de és sokkal érdekesebb, hogy mi volt nála, nem? Lehetséges egy 36 cm-es magnéziumrúd. Az lehet. A boncolás során a koponya, illetve a hasüreg megnyitásakor olyan kis kórosnak látszó szerveket láttunk, melyeket emberi boncolások során is megfigyelhetünk. És bár nem Európában szokásos boncolási technikát láttunk a filmen, illetve úgy gondolom, hogy nem patológus, azaz Korbancnak végezte a boncolást, de tulajdonképpen ez emlékeztetett egy hagyományos korboncolásra, úgyhogy a film ilyen szempontból hitelesnek tekinthető. Hitelesnek tekinthető, hogy felboncoltak egy bábut fekete-fehér filmen. Aha. Ez mégis hitelesnek tekinthető. De fura, pedig már akkor is voltak azért, tehát hogy nem akkor találták ki a filmeket, meg az ilyen practical effekteket. Hát de mennyi ilyen cucc van, készült abban az időben, itt tényleg így a 2000-es évek talán közepéig, még az internet nem uraltál mindent, amíg... Egyébként gyerekkoromban meg vagy én is néztem hasokat, meg érdekelt ez a dolog. Tudod, hogy vannak-e földön kívülek, így foglalkoztatott ez a gondolat, meg szerintem biztos láttam hasonló sorozatokat, filmeket valahol, de hogy így, hogy ezt így komolyan elhiggyem, meg utána, nem tudom, utána járjak, meg újságokat vegyek oda, nem jutottam. Én arra emlékszem amúgy, hogy nekem volt egy nagyon jó ilyen általános iskolai barátom, akivel csináltunk egy hasonló ilyen
boncolós filmet. Micsoda? Volt egy barátom, akivel csináltunk egy hasonló ilyen boncolós filmet amúgy. Mert? Hát UFO-t csináltunk ilyen gyurmából, és akkor csináltunk ilyen művért, meg ilyen műszerveket, és akkor tudod, annyira jól nézett ki, hogy ilyen kurva rossz webkamerával vettük fel, aminek tudod, ilyen kicsi a frame rate-je, és tudod, kicsit ilyen izének tűnt, tudod, ilyen valósnak. Így magunknak is saját szórakoztatásra csináltuk ezeket amúgy. Szóval az is ilyen. Mert még nyilván még engem is nem tudom amúgy. Majd rákérdezek, hogy megvan-e még neki, de izé, mondjuk van rá esély, hogy megvan neki, mert neki megvolt az összes izé, ilyen szar zenék is, amiket együtt csináltunk, még általános iskolában, meg középiskolában. Szóval sanszos, hogy még megvan neki. Úristen, micsoda felvételek lehetnek. Szerintem maga a koncepció az tök izgalmas, hogy ebben van valami. Ja, az igazság. Ancient Aliens, az a neve, igen. Vagy és hogyha érted, hogy csak 1% igazság, vagy valóságtartalma, már az teljesen meghökkentő, mert merőben felforgatja azt a képet, amit eddig a világról gondoltunk, vagy alkottunk, mert bármi is létezik civilizált idegen létforma, és az itt ide látogatott, és erre ténylegesen lenne olyan bizonyíték, amit tényleg nem titkosítanak, meg publikus lehet. Hát nagyon máshogy gondolkoznánk. Tényleg tök más lehetne mindenkinek az alaphozzáállása a világhoz, hogy okay, tehát holnap, tehát akkor senki nem véd meg minket, bárki ide jöhet és bármit csinálhat. Yeah. Szóval, ja. De nyilván meg kell nézni a Támad a Marsot, az lesz bazd meg. Vagy Chris Advice-nak az UFO-s filmét, ami vagy 10 óra hosszan a YouTube-on. Amúgy. Chris Advice-nak? A Chris Advice, tudod, a Fortnite-os srác. Igen. Ő csinált egy ilyen izét, egy ilyen 10 órás izét, ilyen dokumentumfilmet az UFO-król. Kicsit valorantozott, azóta meg már nincsen semmi. Tehát több mint egy éve már nem is, de elvitték az UFO-k. És tudjátok, mi véd meg minket az UFO-któl? A Surfshark VPN. Ja. Szerintem amúgy nem feltétlenül kell tovább néznünk már ezt a dokumentumfilmet. De ez egy ilyen kis fun dolog volt, meg jó volt amúgy tesznek ez az egész. Ja. Az a helyzet, hogy ez egy olyan téma, amiben csak így belenyalni nehéz, mert tényleg sokkal-sokkal mélyebb, meg annyira régóta foglalkoztatja az emberiséget ez a gondolat, hogy... Hát ja, szóval ezt a mélységet meg újra fel kell tárni, de érdekes volt, ja, én jól szórakoztam alapvetően. Én is abszolút, de hogyha szeretnétek, hogy még jobban feltárjuk ezt a dolgot, akkor hát tudjátok, hogy mi a teendő, küldjetek témajavaslatokat a cringebaitpodcast@gmail.com-ra, és megnézegetjük ezeket, ezúttal is amúgy köszönjük ezeknek a témáknak is a küldőinek, hogy küldtétek ezeket a dolgokat, és hát, na, hát ez volt az első ilyen heti kringés livestream. Na? Igen, igen, ügyesek voltunk, remélhetőleg, mert igen, de köszönjük szépen a csatornatagoknak, hogy itt vannak és támogatnak minket abban, hogy tudjuk csinálni ezeket a dolgokat. Természetesen érkezni fog podcast áprilisban is, beszélni fogunk vendégekkel, a játékkalandoron holnap fog kijönni a beszélgetős tartalom, ha valakit az érdekel. Szóval tartsatok velünk szerintem jövő héten is, ezt az adást pedig vágatlan formában is megtaláljátok majd, ha csatornatok vagytok, és vágott formában is megtaláljátok majd talán a csatornán, valószínűleg a hét második felében. Találkozunk most már minden héten, csatornatagok megnézhetitek vágatlanul ezt a streamet, akik meg nem csatornatagok, azok meg megnézhetik. Azok meg bekaphatják a sziasztok. Yeah, na, ez meg így van. Na, köszi szépen emberek, sziasztok. Hello.